Sokat elárul egy rendszer, egy kormány szellemiségéről, hogy miképpen viszonyul a legelesettebbekhez. Azokhoz, akik valamilyen módon hátránnyal indulnak az életben, és ezt a hátrányt kénytelenek elviselni egész hátralévő életükben. Sajnos ilyenek azok a gyermekek is, akik valamilyen testi vagy szellemi fogyatékossággal születtek, és nagyon nem mindegy, hogy az állam hogyan bánik azokkal a pedagógusokkal, asszisztensekkel, akik velük töröznek. Na de hogyan bánik velük? Ma Magyarországon egy gyógypedagógiai asszisztens nagyjából a szakmunkás minimálbér összegét viszi haza, ez a legutóbbi időkig nettó 145 ezer forint volt, ez csak azért fog valamicskét emelkedni, mert a minimálbér is emelkedni fog. De tudunk olyan esetről is, hogy egy 58 éves, hosszú ideje pályán lévő, egyébként szakszervezeti vezető nettó 159 ezer forintot keres havonta. Az asszisztensekre ugyanis nem a pedagógusokra vonatkozó bértábla vonatkozik, hanem a közalkalmazotti, ott viszont már emberemlékezet óta nem volt fizetésemelés, és a kormány ugyan tagadja, hogy lenne tanárhiány, a valóságban azért mégiscsak van, és ebből kifolyólag nagyon sok gyógypedagógiai asszisztens rendes pedagógus feladatokat is kell, hogy ellásson, tehát összességében véve méltatlanul, megalázóan alacsony fizetésért dolgoznak, és még túl is vannak terhelve. Elég hozzá egy viszonyszám, Totyik Tamás szakszervezeti alelnök nyilatkozta nemrégiben, hogy például Finnországban 3 ellátandó diákra jut egy asszisztens, Magyarországon ez az arány 200. Ez tarthatatlan és egyszer mint felháborító, és azt is ki kell mondani, hogy a fogyatékkal élő gyermekekre nézve is lelketlen. Úgyhogy nem véletlen, hogy 2 pedagógus szakszervezet is a sztrájk követelései közé felvette az asszisztensek helyzetét. A Mi Hazánk mozgalom azonnali béremelést és tehermentesítést követel számukra, mert azok, akik szívvel, lélekkel munkájukat hivatástudattal végzik, amely óriási érték a mai világban, megbecsülést érdemelnek. Minden jó érzésű kormánynak kötelessége, pláne egy olyannak, aki magát még kereszténynek is vallja, hogy ezért a munkáért erkölcsileg és anyagilag is arányosan megbecsülést adjon számukra.